Na sziasztok, ismét csak sok szeretettel köszöntlek titeket, ti a munkanaplót látjátok. A mai nap egy Buderus GB122-es típusú gázkaszárnak a karbantartását fogjuk megcsinálni, és akkor menjünk is be, meg is mutatom, hogy hogy néz ki maga a készülék. Na, szóval itt van a készülék, Buderus Logamax Plus GB122, hát nem egy mai darab. Na, amit érdemes róla tudni, hogy 19 kW-os, amint látom. És hát szintén Ausztriában készült, persze. De hogy mikor, azt itt sajnos ezen a kis plaketten nem fogom tudni megmutatni. Na jó, itt a kinyitója. Mindjárt nyílik is. Úgyni. Jaj, az anyukádat. De nem egyszerű. Na, itt tudjuk lekapcsolni. A nyomás az egész jó van benne, bár úgy látom, hogy a hőmérő az már megpusztult ennek. Na, akkor lekapcsoljuk most. Jó, szuper. Akkor levesszük a burkolatot, meg közben elzárjuk a gázt is, mert azt mindig jó, hogyha elzárjuk is. Akkor essünk neki. Na, és egy gyönyörű fehér burkolat után jön a következő burkolat, amivel ugye találkozunk. Most ez egy jó kis régi hagyományos turbókazán. Hát milyen szépen nincsen benne ez a cső itt a helyén. Jaj, Istenem. Na, akkor már ezt is meggonoldva. Oké. Ezt a turbókazánt itt ezekkel a csatokkal lehet szépen kinyitogatni. Úgy, meg még egyet ide vettem. Jó. És akkor most ezt szépen leemeljük innen. Na, hát így néz ki most már belülről. Nagyon szép öntvény hőcserélő. Hasonlót nem is olyan régen szereltünk. Jól van. Amit ilyenkor meg kell tenni az az, hogy ezt a műanyag csövet lehúzzuk. Itt hátul van egy ilyen pillanpánty, amit a kis kezünkkel ki kell akasztani, hogy ez az egész lejöjjön innen szépen. Itt látjátok, ezeket teljesen le kell szedni úgy. Utána itt lesz ez a réz. Azt a réz angyalát, neki nem réz angyal, hanem réz anya, illetve gyakorlatilag ez a réz hollander. Ez, ami a gázcső, itt jön a gáz szelepbe. Ezt kell majd szépen leoldani, előtt ugye már elzártuk a gázfőcsapot. Így van zátellásba. Jó. Hát a vezetékeket kell szépen kiszedegetni, aztán le is tudjuk venni magát az égőfejet. Ami egy egyszerű mozdulat, így magunk fel kell majd kihúzni, ez így kifordul ebbe az irányba, és akkor le is lehet szépen emelni innen. No, akkor ne is szaporítsuk tovább a szót, hanem szépen bontsuk le az összes vezetéket, és oldjuk szét ezt a kazánt, hogy minél jobban hozzá tudjunk férni. Na, és akkor mint látjátok, hogy le lettek szedve az összes vezeték mindenhonnan, itt is szépen széjjelettek húzogatva, és akkor, mint mondtam, ezt így megfogod, eltekered, aztán fogod, és így kiemeled. Itt van, és akkor ki is jött a ventilátor, a gázcsap, meg így a lelke az egésznek. Ezt itt szépen félretesszük a többi cuccal együtt, aztán visszajövünk ide, hogy magát, ezeket a jó csatokat, elnézést, ez egy kicsit másabb csat. Úgyni. Igen. Ezek a csatok kicsit másabbak. Innen nem jön le, de jó. Innen se. Jó, oké. És akkor le tudjuk venni ezt a... Itt azért van némi szemét, amit ki kell majd szépen takarítgatni. Jól van. És akkor még itt is van egy ilyen kis viccesség, ezt itt szerettem volna megmutatni. Úgy van, ez a elnézést, tehát van ez a hőszigetelés, ezt kivesszük. Van ez a kis cső, amit szintén ez a lángterelő része. Mondjuk ebben jó, hogy most bele lehet jutni, bele lehet nézni, ezt is ki tudjuk szépen venni. Van itt ez a kis pillanpányt, látjátok? Ennek van itt egy furat, azt majd oda kell mindig visszailleszteni. A furat itt ott van, ahogyha az ujjamat látjátok. Jó. Közben benézhetünk ide, és hát láthatjátok, hogy valami szigetelés darabot figyel benne, azt majd kibányásszuk. Meg azért ezt a rengeteg lerakódásból is kéne egy keveset eltüntetni.
Hát itt ennél a több-kevesebb sikerbb inkább kevesebb lesz, hogy első ránézéssel van. Illetve, ami még itt nagyon fontos, itt van alul a szifon, amit szintén minden esetben ki kell majd szépen takarítani. Jó, ez szóval így nézi. Itt van ő kegyelme, a kondenzős szifon. Ő lesz az. Ezt úgy fogjuk, illetve én úgy szoktam minden esetben, hogy szétszedem, kiszedem, és utána majd valami mosdónál szépen megmosom. Jó. Hát akkor elsünk neki a takarításnak, aztán utána majd megmutatjuk a végeredményt, hogy milyen. Hát ez elég ramatyul néz ki, már ne haragudjatok, de ez tényleg elég csúnya. Jó van. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell, tisztítsuk meg a szeméttel ezt a csoda masinát. Na, szóval itt van ez a kondenzációs szifon, most már teljesen szép és tiszta. Ez körülbelül eddig a magasságig, ahol a körmömút mutatja elnézést, és most nagyon piszkos a kezem, mert olyan munká volt az előbb, amit nem vitt le a szappan. Szóval nagyjából eddig a pontig mind a két rájban teljesen tele volt ezzel a nagyon finom ilyen homokszerű lerakódással. Ez egyébként így vigyázni kell, mert hogyha ez megtelik, és visszamegy a kazántestbe, itt alulról a víz, akkor nagyon csúnya problémákat tud okozni. Ez mind a szerelőnek, mind a tulajdonosnak. Jó, akkor neki látunk most a hőcserélő tisztításának is. Na, először is eltávolítottuk, illetve megpróbáltuk egy drótkefével, meg porszívóval a nagyját eltávolítani. Most így van ez a tisztító spray, ami egy kicsit azért megoldja ezeket a lerakódásokat, és akkor utána majd szépen ki tudjuk szívogatni megint csak porszívóval őket. Illetve azt már mutatnám, hogy ezt a fedőt azt is milyen szépen sikerült megpucolni. Így van. Jó. Na, akkor most szépen porszívóval kiszedjük ezt a habot innen, és utána kezdhetjük összerakni a égésteret. Ami egészen jól fog szerintem kinézni, majd mindjárt meg is mutatom. Na, hát magát a hőcsérőt azt így ennyire sikerült kitakarítani. Azért mondtam az elején, hogy több-kevesebb sikerrel, mert attól függetlenül a belseje, bár egy hajszállal jobb lett, de azért nagyon messze van a tökéletestől. Az igazság, hogy ezek a szennyeződések, ez ilyen vízkő szennyeződés, ami rá is sül, mert hogy egy szép kondenzációs kazán, és a működési elv alapján ez így gyönyörűen rásül erre a hőcserélőre gyönyörűen rásül. És ezeket így nagyon nehéz eltávolítani, elég időigényes lenne, hogy lehet, hogy egy vízkőoldó megoldaná, de az a baj, hogy sokszor előfordult már olyan is, hogy mikor ezt vízkőoldoztuk, akkor az időközben kiukadt csőt, amit a folyástól a vízkő mentett meg, de a vízkőoldozás után egyszer csak elkezdett fogyni órán száján. Na jó, akkor jel, hogy ezzel készen vagyunk, visszatehetjük ezt a kis szigetelést ide, úgy, jaj, de szép kis szigetelés, szuper. Na, a szigetelést visszaraktuk, akkor jöhet ez az első része, amit ide megint csak be tudunk szépen helyezni, úgyni. Na, akkor ez egy első csatot. Itt már meg is tudjuk ide húzni, úgy. Oké. És akkor mindjárt feltesszük a többi csatot is. Szerintem egyébként, tehát így most már vissza lehet rakni ez a fedél, és ilyen tipikusan néz ki ez a kis fedő. Mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondoltam. Na, és akkor persze félre a viccet, mutatom, hogy van ez a lángterülő, amit az előbb már bemutattam nektek, és mint mondtam, van itt egy kis pöcök, amit úgy kell ide behelyezni. Haha, igen. Annyit rontottam el a dolgon, hogy ugye ezt fölhelyeztem, és nem raktam vissza magát ezt a kis viccet vaskot, de hát erre van kitalálva itt egy luk, ami arra való, hogy itt szépen ezen keresztül ezt a elemet vissza tud ide rakni, úgyni. Na, ott a kis pöcök, látjátok? Az ott belemegy abba a lukba, és miután ez belement így, na ez most van a helyén. Oké, okay. Miután az a helyére került, akkor jön a tömítés, ugye ennek kettő oldala van, tehát az alsó oldalán egy kicsikét mélyebb, tehát az jön ide vissza szépen
föl erre az egészre újtni. És hogyha ezt rendesen raktad be, akkor ez itt síkba fog kerülni végig a teljes részen. Jó, jöhet vissza az égő fej, de még mielőtt ezt visszatennénk, mert így jobban hozzáférünk, akkor kicseréljük az elektródákat. 10-es kulcs kell hozzá, úgy látom. Na, mert közben akkor ki is lett cserélve a két új elektróda, a gyújtó elektród és meg az ionizációs elektróda, mind a kettő természetesen bekötve a helyére, ahogy annak lennie kell, és akkor most vissza fog kerülni szépen az égő fej. Na és hát elérkeztünk a teszthez, tehát ugye vissza lett szépen rakva minden, a gázvezeték is vissza lett kötve, ellenőrizve lett a szivárgás ellenőrzős félbe, ez a légbeszívó vezeték is vissza lett kötve, ugye fel van, fent van szépen rakva a gázcsap, illetve a ventilátor, belettek hozzá kötve az összes vezeték, és akkor itt az alkalom, hogy jöjjön a próbaüzem, előzőlegesen már ezt feltöltöttük 2 bárra. Na hát van nekünk egy kis ajtónk, amit előszeretettel szeretünk használni, ezt most átkapcsoljuk a teszt üzemmódra, és bekapcsoljuk a készüléket. Mint halljuk, a keringető szivattyú már üzemel. Most halljuk, hogy a ventilátor elkezdett zúgni. Közben betettük a szenzort, és szépen megy a számláló. Hamarosan be is kapcsol a láng. Ha minden igaz, akkor itt talán még lehet is látni. Jó? Igen, gáz kinyitva. Jó van, de hát ezt már elnéztük, tehát nem is értem, hogy ezt miért kérdeztem meg. Igen, most már üzemel. Na most kapcsolt be rendes üzemre. Halljátok, hogy ilyenkor a ventilátor is egy másabb fázisba kapcsol. Megpróbálom ugye a ujjammal letakarva így megmutatni, hogy mennyire látszik, vagy nem látszik, de sajnos ez itt nem látszódik, tehát pedig jó lenne, ha látszana, hogy ég benne a tűz. Mindenesetre a füstgáz hőmérsékleten azért láthatjuk, hogy 56 fok a füstgáz hőmérséklet, 8,9 a CO, és a COPP-m is szépen ballag lefele. Na, ez teljesen rendben van. Jól van. Oké. Okay. Úgy néz ki, hogy ez szépen fog üzemelni. Na, mint látjátok, egy nullát mutat, ez a standby üzemmód, 2 bárra feltöltve, ami biztos, hogy a termométer, vagyis az a hőmérő, ez nem működik, na de nem is az a lényeg, hanem a karbantartás elkészült. Köszönöm a figyelmet, ti a munkanaplót láttátok, egy Buderus Logamax Plus GB 122-es típusú gázkazánnal. Remélem tetszett a videóm, abban az esetben, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, aki még nem tette, az iratkozzon fel, és nyugodtan osszátok meg az ismerőseitek, barátaitoknak, hogyha pedig valakinek valami kérdés lenne, azt oda lent a kommenteknél megteheti. Köszönöm a figyelmet, minden jót, sziasztok!